Hello, üdv mindenkinek! Hamarosan itt lesz az Agatha, ami nem éppen a legnépszerűbb sorozat, nagyon sokan nem várják, pedig az elején volt benne potenciál, és hát kiszivárgott egy történet részlet, hogy mit akartak eredetileg adaptálni, legalábbis, hogy milyen része is lettek volna a sorozatnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy az eredeti koncepció szerint ez a sorozat sokkal fontosabb lett volna. Most lesz végül, mert most szerintem semmilyen jelentősége nem lesz, viszont ez nagy szerepet játszott volna a Kang dinasztiában is, szóval a mai videóban megnézzük azt a sorozatot, ami végül soha nem készült és nem is fog elkészülni, ugyanis én ez a részlet miatt úgy kezelem az eredeti tervet, minthogyha egy teljesen másik sorozatról beszélnék. Az eredeti vázlatban szerepelt volna Immortus. Az a Kang variáns, akit láttattunk a hangyárom stábista utáni jelenetében. Ugye azt már tudjuk, hogy a Holdlovag második évadában Ramatut kapott volna szerepet, sőt vannak olyan pletykák, hogy ez még mindig tervben van. Az Agathában pedig Immortusszal ismerkedhettünk volna meg. Szóval azt csinálta volna a Marvel, hogy szépen lassan bemutatta volna nekünk a főbb Kangeknek a múltjait, és Immortus itt az Agathában kapott volna szerepet, ugyanis a képregényekhez képest az ő múltján változtattak volna úgy, hogy ő itt most nem a TVA-nál dolgozik, mert ezt megtette a megmaradó, hanem ő a Darkholdat írta volna. Ugye arról már korábban voltak pletykák, hogy az MCU-ban a Darkholdat is egy Kang variáns írta volna, és hát ez igaz lett végül, na de nézzük, hogy miről is van szó. Szóval Immortus eredetét igencsak sötétnek szánták, és akkor akarták megmutatni, amikor Agatha és a többi boszorkány a boszorkány úton halad. Gondolom ott a Darkhold lett volna középpontba, és valahogy felfedték volna Immortus eredetét, aki egy rabszolgacsaládba született, és a boszorkányságot gyakorolták az ókori Egyiptomban, amely akkoriban apokalipszis uralma alatt állt. Anya egy ősi boszorkány kovennek volt a tagja, már itt az a furcsaság van, hogy ugye a Lokiban azt vezették fel, hogy mindegyik variánsa a jövőből származik, most itt mégis azt látjuk, hogy Immortus az a múltban, az ókori Egyiptomban született alapból. Ugye Timeless a múltban volt, de ugye azt meg lehetett magyarázni azzal, hogy a megmaradó vitte oda-vissza. Viszont Immortus ezek szerint alapból ide született. Ez talán egy kis ellentmondás, de azért vannak ötleteim, hogy ezt mivel lehetne megmagyarázni, de arról majd egy másik videóban, hogyha egyáltalán ennek még lesz bármiféle aktualitása. Több érdekes dolog is felvetődik, erre majd még vissza fogok térni, de voltak olyan pletykák, hogy a Kang tanács tulajdonképpen eredetileg apokalipszis miatt jött létre, és itt van egy olyan kis leírás, hogy az a része, hogy apokalipszis tartja elnyomás alatt Immortusnak a népét, az talán ezt megerősítheti, de lesz még ebben a leírásban utalás az X-Men második évadára is, de majd mindjárt odaérünk. Viszont előtte még érdemes megemlíteni, hogy Immortus összebarátkozik egy Ravonna Renslayer nevű hölgyel. Ugye ő a képregényekben Kang a hódítónak volt a barátnője, itt pedig a megmaradó volt vele kifejezetten jóba, de úgy tűnik, hogy itt minden egyes Kang variánsnak volt egy Ravonna nevű személlyel kapcsolata. Ugye eredetileg, de majd ezt a Kang dinasztia videóban fogom elmondani, amiben ugye arról lesz, hogy kiszivárgott az eredeti történet, Kang a hódító egyik motivációja is a barátnője, akiket a Kang tanács ölt meg. Szóval itt Ravonna egy olyan személy, ami mindegyik Kang variáns életében fontos szerepet tölt be. Szóval az anyja és a boszorkány csapata lázadást indítanak Apokalipszis és a négy lovasa ellen, amiből rosszul jönnek ki, életét is veszti, és figyelmezteti fiát Immortust, hogy ne ismételje meg az ő hibáját, és hagyja békén a mutánsokat. Itt egy kulcsfontosságú részlethez érkeztünk, ugyanis Immortus elkezdi gyűlölni a mutánsokat, és a szuperhősöket is. És akkor itt egy nagyon fontos részlethez érkezünk ismételten, ugyanis eredetileg a Kang tanács benne lett volna az X-Men második évadában, ami egy picit fura tekintve, hogy elvileg semmi köze nincs az MCU-hoz, viszont ez teljesen összhangban van azzal a pletykával, hogy apokalipszis miatt jött létre a Kang tanács. Tehát Immortusnak volt sérelme apokalipszissel szemben, ezért létrehozta a Kang tanácsot, a Kang dinasztiát, hogy majd őt ugye legyőzzék. Az X-Men második évadában valami ilyesmit láttunk volna, és
ez a leírás ezzel teljesen összhangban van. És erről a variánsról még nagyon fontos megemlíteni, hogy rozsomákkal is nagyon fontos kapcsolata lett volna, mert ő tényleg az egész mutáns fajt gyűlölte volna, és a Deadpool és rozsomákban ez az Immortus Wolverine szál eredetileg sokkal jobban ki lett volna bontva, és akkor talán ez lenne a kulcs arra, hogy miért nincsenek mutánsok az MCU-ban. Ez igazából tökéletesen megmagyarázná ezt, hogyha valamennyire mégiscsak maradnának ezen a vonalon, na de menjünk tovább. Immortus megírta a Darkholdat is. Ebben Slaton az eredeti szerző, tehát a képregényekben Slaton írta a Darkholdat. Róla már beszéltem több Doctor Strange-es videóban is, hogyha esetleg valaki nem ismerné, mindenképp pótolja be azokat, short is készült róla. Szóval ő segít Immortusnak megírni a Darkholdat, mindenféle mágiákat ír belé, és ahogy egyre jobban merül el Slatonnal a multiverzumban és a mágiában, tudomást szerez a variánsai létezéséről, viszont eredetileg tilos lenne kapcsolatba lépnie velük. Ő viszont természetesen ezt figyelmen kívül hagyja, és azt tervezi, hogy titokban megalapítja a kis dinasztiáját. Miután elég erőt gyűjtött össze, Immortus elpusztítja Slatont, és meghódítja azt a helyet, ahol ők tartózkodtak, és mindenféle entitások tartózkodnak. Immortus a jövőbe tekint, és megakadályozza a halálát azzal, hogy létrehozza a Darkholdat, és hogy becsapja és megrontsa a skarlátboszorkányt. Ha visszaemlékszünk a Doctor Strange 2-re, akkor láthatjuk, hogy bizony a Darkholdban írnak róla, és ez egy elég nagy és fantasztikus csavar lett volna, hogy ezt is hozzá kapcsolják a kengekhez. Szerintem ahová elvitték Immortust erre a misztikus vonalba, az itt az MCU-ban nagyon jól működött volna. Szerintem, hogyha már ezt így elkezdték, akkor ezen csak nem változtatnak, szerintem valami írtózatosan gagyi lenne, hogyha most majd végül kiderülne, hogy ezek mögött nem Kang, hanem Dr. Doom állt végig. Borzalmasan szar döntés lenne. Ami még vissza van, hogy a Darkhold folyamatos használata megrontotta Immortus testét, sötétkék színűvé vált, a szeme pedig élénk sárgára égett. Ki hisz isteni mi voltában, és szeretne kapcsolatba lépni a többi változatával, ezért meg is kereste őket a multiverzum szerte. Ez egy picit ellentétes azzal, amit a Loki-ban hallhattunk, de azért erre több megoldás is létezik. Hát meglátjuk, hogy ezekből mit fognak meghagyni. Egyébként egy kis érdekesség, hogy elvileg ezeket a Kang jeleneteket Jonathan Majors-szel még 2023. januárjában és februárjában leforgatták, szóval tulajdonképpen ezek kész jelenetek, kivágásra kerültek, ami mindenképpen sajnálatos, mert szerintem egy fantasztikus sorozatot akartak nekünk adni. Hát ebből meglátjuk, hogy mi lesz, nem fűzök hozzá túl sok reményt. A videó ennyi lett volna, fogunk még a témával foglalkozni, ugyanis érkezni fog egy videó a komplett Kang dinasztia történetéről, ami szerintem szintén zseniális. Na de mindent a maga idejében, ha szívesen beszélgetnétek Marvel-es témákról, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, aminek a linkje a leírásban van. Köszönöm szépen nekinek a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, további szép napot,